Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fog történni a következő fél évben? Ez a kérdés. Ez a felvétel, ez a videó felvétel egy személyes jóslás Modéa részére. Kedves Modéa, üdvözöllek téged, ez a te videód. A kérdésed az volt, mi fog történni veled decemberig, én a következő 6 hónapot, a következő fél évet tekinteném meg, és megnézzük a te helyzetedet, és megnézzük az ő helyzetét is, mert van neked egy lelki kapcsolatod. Itt ez a kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt kis lépésekről, döntésekről van szó. Te nem fogod elsietni az eseményeket, de nyitott vagy arra, hogy változtass valamit az életeden. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét, ezt mutatja itt ez a kártya, itt nyílik egy új kapu, egy új lehetőség, és ő nyitott erre. Mi köt össze benneteket, ezt mutatja itt ez a kártya. Nagyon érdekes, mert ez egy lelki kapcsolatot mutat. A 6-os szám szimbolizálja a múltat, és ez a hajó, ez az utazás, ez egy lelki út, tehát köztetek van egy kármikus kapcsolat. Azon kívül ez a hajó szimbolizálja a reményeket is. Te reménykedsz abban, hogy összejöttök, együtt éltek, ő reménykedik abban, hogy veled éljen. Mi történik a következő 6 hónapban nálad? Azt mutatják itt a kártyák. Vannak még viták, lehet, hogy veszekedések is. Nem vele, hanem a te jelenlegi partneroddal. Tehát van itt egy kihívás, és itt kell, hogy győzz. Ez lehet egy belső kihívás is, a félelmek. És kell, hogy áttedd magad ezeken az érzelmeken, ezeken a félelmeken. Ez a kártya arra utal, hogy légy visszahúzódó, ne siessd el az eseményeket, hanem figyeld, hogy mi következik a következő 1-2 hónapban. Később mutathatod az érzelmeidet, mert ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. Tehát te uralkodni fogsz az érzelmeid felett, nincsenek félelmek, és ami őt illeti, kimutathatod, hogy mit érzel iránta. Viszont valaki figyel benneteket, tehát légy óvatos, különösen, ha anyagiakról van szó és értékekről. Ahova ez az élet út vezet, ezt ámor mutatja, és ez a szerelemre utal, egy boldog párkapcsolatra, de ez eltarthat néhány hónapig. Most megnézzük a hónapokat. Augusztus hónapban lesz egy kihívás, nem lesz könnyű számodra. Kell, hogy döntéseket hozz, de ne siessd el a dolgokat. Szeptember hónapban légy visszahúzódó, de ez az út, ez a belső út erősíteni fog téged. Október hónap, ezt ez a királynő mutatja. Te ki tudod mutatni az érzelmeidet, boldog leszel a párkapcsolat területén.
De azért vigyázz, mert valaki figyeli a dolgokat, különösen november hónapban. Lehet, hogy a párod sejt valamit, és tudni akarja, hogy mi van kettőtök között. Decemberben anyagiakról és értékekről lesz szó. Ez nem csak a pénzügyi dolgokat illeti, hanem a belső értékeket is. Ne hagyd, hogy ez a férfi, aki titeket figyel, a párod, a jelenlegi párod, téged megsértsen, megbántson, hanem kell ez a belső érték is, és ne hagyd magad kihasználni. Január 2021-ben szerencséd lesz a szerelem területén. Most megnézzük nála, mi fog történni a következő fél évben. Ő szeret téged, és bízik abban, hogy a Jóisten segít titeket, hogy együtt éljetek, boldogok legyetek. Ez a kép is arra utal, hogy ő keresi veled a kapcsolatot, és szeretné ezt a párkapcsolatot veled élni. Ez a kereszt azt mutatja, hogy kettőtök között van egy ilyen kármikus kapcsolat, és egy ilyen isteni segítség. De valaki a háttérben figyeli őt. Ezek gonoszságok, hamisságok, hazugságok, tehát kell, hogy ő óvatos legyen. Ez a lepke arra utal, hogy ő átteszi ezeken a nehézségeken magát, átlát itt ezeken a dolgokon, a hazugságokon, és megszabadul ettől. Ez a lepke mutatja a könnyűséget is. Viszont kell, hogy továbbiakban is óvatos legyen, mert akkor is, ha egy új utat választ veled együtt, a háttérben még mindig itt van ez a kígyó, aki ezt a hölgyet szimbolizálja. És ő figyeli az eseményeket, mint ahogy nálad is valaki figyel benneteket. De ő ezt is tudni fogja, és nem fogja őt ez zavarni, mert ő döntéseket fog hozni. Közeledik hozzád, és átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami a víz elemét szimbolizálja, és a víz eleme azaz érzéseket mutatja. Most a hónapok. Augusztus hónapban ő kimutatja azt, hogy szeret téged, bízik ebben az isteni hatalomban, segítségben. Szeptemberben szeretne döntéseket hozni, és szeretne boldog lenni veled együtt. Október hónapban itt van ez az ördög a háttérben, ezek hamisságok, hazugságok. Valaki megpróbál benneteket szétválasztani. Az lehet valaki a családból, vagy egy ismerős, vagy egy hölgy a múltból. Viszont ő átlátja ezeket az eseményeket, és november hónapban megszabadul ettől. De ez a hölgy nem fog elbúcsúzni. Ezt mutatja itt ez a kártya, és ez fog december hónapban történni. Ő nem mutatja magát, hanem így a háttérből figyeli az eseményeket. Január hónapban, tehát január 2021-ben lesz ez az ajánlat, mint ahogy nálad is látható, ő akkor döntést fog hozni. Mutatja az érzelmeit, szeretné, ha az események mozognának, és elvárja tőled januárban, hogy te is egy fontos döntést hozz. És az neked azt jelenteni, hogy elbúcsúzol a jelenlegi társattól.
ezek az ő elvárásai. Most én megkérdezem az Ingát. A következő hónapokat tekintettük meg. Ez tényleg ahhoz vezet, hogy elhagyod a társadat, és összejössz ezzel a nagy szerelemmel? Igen, nem, vagy talán? Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, hogy elhagyod a társadat, és ezzel a nagy szerelemmel élsz együtt. Amennyiben az Inga balra fordul ki, akkor minden marad a régiben. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Az Inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, hogy ez a nagy szerelem, ez a férfi, ez elvárja tőled, hogy a következő hónapokban hozd meg ezt a döntést, hagyd el a társadat, mert ő veled szeretne élni. És ahogy az Inga közli, ezt meg is fogod tenni. De döntsél úgy, ahogy te érzed, ahogy te ezt jónak látod. Kedves Modéa, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!